sziasztok, majd csalátát készítettem, és ez egy nagyon finom rukkolás és csicseri borsós saláta. Amikor elkészült, akkor utána elmentem itthonról, és Alex érkezett haza az iskolából, és azt mondta, hogy írt nekem rögtön egy üzenetet, hogy annyira nagyon finom az a saláta, hogy életében elvett ilyen finomat, szerintem is nagyon jó lett, és kell hozzá sütni is, mert van olyan része, amit meg kell sütni a salátának, de szerintem nagyon egyszerű elkészíteni, és ugye mivel most már jön a jó idő, ezért elindul ez a salátás szezon, hogy könnyedebb ételeket teszünk, nagyon jó köret, mondjuk egy grill mellé, vagy bármilyen ilyen natur hús mellé. Én nagyon ajánlom, hogy készítsétek el, és nézzétek meg most, hogy hogyan készül ez a nagyon finom, és nagyon szerintem egyszerű saláta. Ehhez a nagyon finom salátához először is összevágunk. Ha két adagra van szükségünk, most arra fogom mondani az arányokat, akkor 300 g cukkinit, ilyen kis kocka szerűségekre, ugye hát nem teljesen kocka, de erre összevágjuk, és ezt beöntjük egy tepsibe. Nekem ilyen nagyon jó tapadásmentes a tepsim, de hogyha nem ilyen a tiétek, akkor tegyetek bele sütőpapírt, azt tanácsolom. Ehhez teszünk 300 g csicseri borsot, ami vagy konzerv, amit én is vettem, ezt a fajta konzervet, vagy pedig ti megfőzitek, ugye lehet kapni zacskósan, és akkor ezt meg kell főzni. No, a következő lépés, hogy összetesszük a fűszereket, ami a kettő adaghoz, tehát a 300 g csicseri borsóhoz és a 300 g cukkinihez. Ez egy teáskanál őrölt piros paprika, ami ebben van. Két evőkanál keleti fűszer, én ezt a félét használom. Az lényeg, hogy curry is legyen, ez a madrász curry, és hát ebben aztán mindenféle finomság van, egyébként a Lidl-ben lehet ezt a félét kapni. Aztán tegyünk hozzá, ez kettő evőkanál, tehát kettő evőkanál a keleti fűszerből, egy teáskanál só, és én egy picit raktam bele, látjátok ott a chili paprikát, ebből is egy teáskanál chili paprika, amire szükségünk lesz, illetve teszünk hozzá vagy sárga olívaolajat, én most szőlőmag olajat fogok használni, és ebből pedig szintén egy evőkanálnyit kell hozzátenni. Nagyon fontos, hogy ne a zöld olívaolajat használjátok, mert annak magas, nagyon alacsony a sütési hőfoka, és ugyanból olyan anyagok jönnek ki, ami számotokra nem egészséges, hanem a sárga félét, tehát ne az extra szüzet használjátok, hogyha olívát használtok, illetve nagyon klassz még hozzá a kókuszolaj, ugye aminek semmilyen íze nincsen, én azt is előszeretettel szoktam használni, tehát akkor ebből is teszünk bele, mivel az enyém nagyobb adag, ezért én nem egy evőkanálnyit, hanem jóval többet teszek hozzá. Ezt most elkavarjuk a fűszerrel, és rá fogom önteni a cukkinira és a csicseri borsóra, addig a sütőt 210 fokra melegítjük elő, amin körülbelül olyan 20 percig fogjuk ezt az egészet összesütni, ugye itt az a lényeg, hogy a cukkini megpuhuljon. Ezt a salátát magában is lehet enni, illetve tudtok hozzá csirkét sütni, vagy tehettek bele például kinoát, vagy kuszkuszt. Ezt az egészet akkor elkeverjük. Ha úgy érezzük, hogy kevés esetleg az olaj, akkor még egy picit tudunk hozzá önteni. De szerintem elég lesz. Tehát az a lényeg, hogy húsmentesen is tudjuk enni, illetve hússal is. Nagyon jó kis tavaszi köret. Tehát az előmelegített sütőbe 20 percre betesszük, de nyilván ellenőrizzük, hogy a cukkini megsült-e. Miközben sül az ételünk, elkészítjük az öntetet a lila hagymához, meg úgy egyébként a salátához, amibe kell tennünk egy evőkanálnyi olívaolajat, vagy amilyen olajat éppen használtok, egy csipet só,
Aztán agave szirupot kell használni, de én nagyon szeretem ezt a datolja szirupot is. Ebből is egy evőkanálnyi. Egy pici őrölt fekete bors, szerintem ez el is hagyható. Illetve egy evőkanál balzsam ecet. És ezt most így elkeverjük. Meg lehet kóstolni esetleg, hogy kell-e még egy kis balzsam ecet bele, vagy egy kis édes szirup. Én még egy pici balzsam ecetet teszek hozzá, egy kicsit savanykásabb legyen az íze. Egyébként ez ilyen krémes balzsam ecet, tehát ez nem a sima, folyékony. És akkor felvágunk két kisebb lilahagymát, vagy ugye én most nagyobbat, hiszen nagyobb az adag, amit készítek. És összekeverjük ezzel a sziruppal, és hagyjuk állni, amíg a salátánk elkészül. Amennyiben szeretnénk még a hagymának az erős ízét elvenni, akkor egy kicsit lehet párolni a hagymát ebben a szirupban. Oda tehetjük a tűzhelyre, és amíg egy picit összeesik a hagyma, addig pároljuk össze, és akkor ez az erős hagyma íz biztosan kijön belőle. Úgyhogy így hagyjuk állni. Következő, hogy megmosunk 100 g rukkolát, és összevágunk rá 100 g fetát. Ezt a fetát használtam most. Közben elkészült a csicseri borsós cukkinink is, ezt most ide ráöntjük. És jöhet rá a hagyma. És természetesen, hogyha akarunk hozzátenni kuszkuszt vagy kinoát, akkor azt is most tesszük bele, keverjük hozzá, de lehet például csirke kockákat is kisütni, azt is hozzákeverni, ha húsos ételt szeretnénk. Akár, tehát itt tényleg ez halak mellé is tökéletes köret. Nincs más hátra, mint hogy ezt így elkeverjük, és vagy így fogyasztjuk, vagy ugye lehet bővíteni mindenfélével, amiket felsoroltam. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben vagy e-mailben várom tőletek, hogyha van egy ilyen nagyon jó kis halátareceptetek, most ugye a tavasz végére, meg a nyárra. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lentátható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!